Attila jó ideje nem edzett, emiatt úgy érzi, nincs formában. Dávid 3 hónapja járt terembe, ez idő alatt 12 kilót dobott le, és finoman szólva is szerelmes magába. Az egykori öttusa világbajnok sportújságíró, valamint videós kollégája között 16 év van. Elhatározták, hogy a következő fél év során Attila visszatér a mozgás világába, Dávid pedig megismerkedik a sporttal. De össze kéne foglalnom a fizikai állapotomat, azt mondanám, hogy most nagyon toppon vagyok, szerintem csúcsformámat hozom. Tavaly júniusban összetörtem magam kerékpárral. Sikerült neki mennem egy ilyen parkolásgátló zöld oszlopnak, és lényegében azóta nem csináltam semmit. Még soha nem voltam ebben a teremben, de láttam, hogy amikor betoppantam, akkor akik az ipart elég régóta űzik, azok ilyen elismerően néztek végig a testemen, és ez jól esett, hogy most már egy ilyen közeg azonnal befogad. Ami soha nem volt, ugye egy korábbi élsportolónál azért viszonylag ritka, vagy nálam legalábbis ritka, itt megjelentek az első kis háj rózsák. Attilán látom, hogy egy kicsit mély ponton van, remélem, hogy nem fog visszahúzni engem így a saját fejlődésemben. Korábbi élsportolónak az izomzata, a reflexei hamarabb újraélednek, és egy-két hónap alatt azért össze tudom szedni magam, és újra a régi leszek. Első lépésként ellátogattak a színlaphoz. A Nemzetközi Labordiagnosztikai Vállalat több mint 5000 paramétert képes mérni vérből és egyéb testnedvekből. Hamar kiderült, hogy a két tréningező közül ki a bátrabb. Izgul nagyon? Jézusom, ökölbe szorít. Szét nézel, könyökét kinyújtja. Ne húzza el a kezét és tartsa nyújtva a könyökét, jó? 3 nap elteltével, mielőtt megismernék a leletüket, egy utolsót bűnöznek. Tudják, hamarosan változtatni lesznek kénytelenek néhány szokásukon. Na. Welcome. Sziasztok! Lehet, hogy nagyon durva információt fogok hallani, szóval... Nem, hát mi hogyan kezdjük a beszélgetést? Sírohangok kell majd fölhívni a feleségemet? Vagy... Ja, rögtön csapjunk bele? Igen. Hát nézzétek, kezdeném Attilával. Magas a hemoglobin szinted is, magas a hematokrit szinted is. Sok vörös vértested van, tömbe vannak hemoglobinnal. Ez azt gondolom, hogy tehát az elit sportolóknál ez egy adaptációs jelenség, amikor sokat vagy oxigénhiányos állapotban, mert nagyon keményeket edzel, és megterheled magadat, akkor termelődik az EPO, és forszírozza a vörös csontvelődet, hogy termelje még vörös vértesteket. Magas a hematokritod, és magas. Akkor a véred sűrű. Ha a véred sűrű, akkor a szívnek elnézést egy iszapot kell keringetnie. Ami nem okoz gondot annyira akkor, amikor magas intenzitáson edzel, mert akkor magas a testhőmérsékleted, és kevésbé lesz viszkózus a véred. És ez azt is jelenti egyébként, mint egykori exatlétának, hogy ezért rendszeresen kell kardiológiai kontrollokra járni, ez amúgy is nagyon fontos. Meg ugye gondolom azt is, az is világos, ugye, hogy nem lehet abba hagyni az edzést. Noha Dávid elbízta magát, kondíciója csupán elégséges. A kreatin kináz szinted, ami az izom aktivitást mutatja és izomsérülések mennyiségét, az alacsony, túl alacsony, tehát maga nem edz, uram. Tehát ez, vagy legalábbis nagyon keveset, vagy nagyon gyengén, vagy csak a telesportot nézi. A heti 3 edzés kevés lesz, az mindenkinek kevés. Bevezetésnek nagyon jó volt, látszik, hogy nem terhelted túl magadat. Tehát nem látszik szövetsérülés, szétesés, stb. Nem látszik azt, hogy a csontozatodat ezt negatívan érintette volna, tehát valószínűleg ésszel csináltad, nem toltad túl. De azért a progressziót azt fönn lehet tartani. A következő rész a futásról szól, versenyzőink illusztris társaságban róják majd a köröket, és azt is megtudjuk, milyen dietetikai javaslatok alapján rendezték át az étrendjüket.